Mi a helyzet? Már kiálltam kitépni a gyomokot. Ja, hosszú izé. Fű. Ilyen kúszófű, nem tudom, hogy hívják. Olyan nehéz kiszedni, mert kapaszkodik, ahogy menjen itt minden rajzomnal, kapaszkodik belé a fődbe. Nyűvek megennék. És a rákok, és a rákok. Na, mondja a kis kőt nekbi. Neki a masettivel itt segítem egy kicsit. Nagyon elkezdtek itt harapózni. Ugye kell neki a betont önteni se. Nem jó, hogyha füvek. Habár gondolom a beton azért kinyírna, de jobb, ha előbb kiszéttépem a füveket. Na, meg mindjárt szerelni fel az új szíjút a traktorra, mert a fű kezdett elharapózni. Még nem olyan nagy, ugye növöget, de még nem veszélyes, még lehetne várni egy kicsit fűnyírással. Csak ott van baj, ahol ezek a zárös szárú fűvek vannak. Na, ezek lassan kell, hogy jönnek. Nem, hanem egy-egy majdnem derékig ér. Úgyhogy le kell ezeket pallírozzam. Egy részeket taszigálóssal kell csinálni, mert nem tudok jól odaférni. Na de mindegy, úgyis fel kell rakni az új szíjút. Ja, kicsit neki kell állni itt megint kint dolgozni, mert utóbbi egy hétben, kettőben nem sok mindent csináltam itt kint, ugye, mert fájt a csuklom, de most már jobban van, úgy érzem. Meg már lehet egy kicsit dolgozni. Na, úgyhogy megcsinálom a traktort, az új szíjút felszerelem, kicsit a füvet levágom. És akkor itt beléteszem azt a csövet, hogy tudjam visszatemetni a sáncot. Traktort is onnan el kell mozdítsam, valamit csinálják vele. Legfeljebb hátra teszem oda, egyelőre nem csinálok semmit neki. És kell folytassam a banánültetést, ide betegyek egy sort. Oda is egy sort, és mindenhova egy sort. Na, de emlékeztek-e, a minap mondtam, hogy érik a zeper, terem a faha. Oh, nézzétek meg, na. Nézzétek meg, na. A kicsi eperfát, hogy terem. Hát tali van gyümölcsel, emberek. Na. Nézd meg, na. Milyen gyönyörű. Ah, ő mekkora. Hatalmas. Na, de kóstoljuk is meg akkor. Azt évezem ebbe a mulberrybe, hogy nem egyszerre érik be, hanem beérik 4-5 egy pár nap alatt. 10 darab megeszed, utána még. Van rajta, vagy 150 biztos. Néha lelehúlnak, mert ha fúj a szén. Jaj, de édes. Milyen levás, milyen zamatos, milyen édes. Oh my fucking god. Oh, it's so good. Akkor kell ezeket szakítani, ám még egy kicsit pirosos, mikor jó fekete. Ez is kész van, csak ezt megtartom a következő videómra. Kell angolul is videókat csinálok, gyerekek. Na mostanában megint csak magyarul csinálom. És vannak az itt az angol csatornámon is van-e. Egyen 1100 feliratkozós emberek, akik régóta követnek. Micsoda élvezet. Képzeljétek el, ez a fa 5 év múlva mennyit fog adni, mennyi gyümölcsöt. És a legjobb az egészben, még a tavaly egy olyan éve, ma egy éve körülbelül,
másfél éve. Ki tudja, ki számolja annyira pontosan, mert én nem. Levágtam néhány hajtást, egy néhány kicsi ágat, ilyen 30-40 centis ágakat. Erről az eperfáról. És belé szúrtam ide, a banánkör közepébe, itt, amelyik a ház előtt van. Ezt nézzétek meg. Gyümölcs van már azon. Kicsit megvan hajóba, de kiásom majd máshova, teszem kettőt, ne. Gyönyörű, szép nagy levelek, és ott vannak a gyümölcsök. Tehát ilyen könnyű propagálni, gyerekek, a zeperfát. Levágsz egy ágat, és belé dugod a fődbe, és lesz belőle még egy fa. Mennyire gyönyörű dolog ez. Könnyebb propagálni, mint a banán, pedig a banán se nehéz. Na, úgyhogy vágok még ágat. Csak ugye mócsot kell hozzak, s fődet, komposzt, minden nincs, csak úgy nem szúrhatom bele a homokba. Azért szúrtam ide a banánfák mellé, ugye mert itt már volt sok anyag ide, hoztam be sok mócsot, sok komposztot, ételmaradék, sok minden ide ki volt borítva, úgyhogy tudtam, hogy itt meg fognak élni. Ha nem, addig már ugye vágtam volna még 100 ágat, ha bár elég kicsi a fa, de most már kezd nőni. Miután lelegeltem a gyümölcsöt, fogok vágni még 10 ágat, és leszúrom még ide-oda helyenként, főleg a túlsó felére. De úgy látszik, hogy a vizet is kibírja, akit elég vizenyős út. Na, úgyhogy eperfaja, legyen vagy 8-10 eperfa, jó terméssel, majd az emberek jöhetnek ide a farmas, direkt ők szedjék le a fáról. Kicsit visszanyesem őket, nem hagyom magasabbra nőjenek, mint mondjuk 4 méter, 3-4 méter. Könnyű legyen szedni, oldalra menjenek az ágak, és mindegy hatalmas nagy bakór. Jönnek az emberek, és a földről le, földön állva tudják, csak kinyújtsa a kezüket, és lehúznak egy ágat, szedik helybe, vagy eszik helybe. Lesz egy ilyen, ójukon itt, ilyen büfébe lépő lesz. Fizetsz 10 dollárt, mész, annyit eszel, amennyit akarsz. És amit el akarsz vinni még, arra fizetsz pluszba. Nem? Egyszerű. És nagyszerű. Az a legjobb megoldás. Én le se kell szedjem, el se kell vigyem a piacra, ugye? Ó, sirályok, sirályok. Na. Ezek is ültetésre várnak itt a balántok. De nézzük meg, hogy mi történik itt a dzsungelbe, az ötség dzsungelbe. Na, virágozik a dinye, és az uborkas még mit tudom mi. A rohadt hangyák a lábamat csipik. A papucsba vagyok, ugye? Adjatok ma! Paradicsom is virágzik, látom. Ilyen olyan sárga virágok itt-ott. Mi ez a nagy lap is? Nem annyi virág van ezen is. Ez uborka, gondolom. Döngik és a méhek, lássátok ki. Porozzák őket. Itt is mély, ott is mély. Mindenhol mély. Gyerekek! Nem én kell végezzem a munkát. Itt munka megosztás van az én kártemben. Én csinálok egy kicsi ültetés, kicsi múlcsozást. Jönnek a méhek, ők is csinálnak, jönnek a bogarak, a rovarak, a madarak, a gombák,
Mindenki csinál egy kicsit. Azért van az... tudom, hogy egy más rendszer, de amikor azt megérted, és felfogod, hogy a természettel együtt kell dolgozni, nem ellene. Úgyhogy mindent kiírtok. Kiírtam az összes izét, gyomot, lepermetezem. Kiírtam az összes bogorot. Kiírtasz mindent, lesz egy steril környezet, és akkor abban a steril környezetben egyfajta betegség nagyon könnyen el tud szaporodni. És immunissal válni minden hülye permetlére. Úgyhogy nem úgy dolgozunk itt. Hagyjuk léjenek a madarak és a bogarak és rovarok, és gombák, meg minden baktériumok, és tartsák egymást egyensúlyba, látod? Jönnek itt legyek, pókok, méhek, minden banánfán nagy pókok, nem tudom mit csinálnak, de vadásznak, mit tudom én. De az ember ugye a nagy okosságába azt gondolja, hogy minden felett tud uralkodni, és mindent tud irányítani. És tud, és valamilyen szinten ugye meg kell hagyni. Ugye az ember a legokosabb az állatok közül. De sokszor átesik a ló másik oldalára, amikor azt hiszi, hogy mindent tud kontrollálni. És ugye akkor jönnek a betegségek. Itt is van valami, látja, lerágja a csiga a leveleket. De lerágja egy részét, és a másikot nem. Úgyhogy annyira nem tud elszaporodni, mert jönnek az egyéb állatok, és megeszik a csigát. Ugye, Raki? Te tudod, hogy működik. Raki polikultúra szakértő. Na, itt van a gyümölcs, gránátom. Elég sok van rajta, kicsi fácskán. Tavaly 3 volt, most lesz vagy 15. Ja, lehet születelni ezt is. Kezdtek szépen kitalálni, kikövéredni. És már egy idő után a szemed megszokja, hogy mikor van kész. Én mindig ugye általában megvárom, hogy sárga legyen egy kicsi benne, de amikor az élek kezdnek eltűnni, kezdnek kikerekedni, ennek még kell még egy 3 hét. Azt már szerintem egy-két hét múlva leszedhetem. Na. Jön a virág. Úgy évezem a banán, azt évezem a legjobban, mindig lesem. Akkor is sétálok körbe, hogy tetején mikor dugja ki a fejt. Rózsaszín fejt a virág. Ja, kelljek a traktúros, leveressem mindezeket a nagy füveket. Balackfa, nézzétek meg a kicsi balackfát, no! Teli van balackkal. Nem ekkora balack. Tudom, hogy ezeket le kéne üssem a gyümölcsököt, ne hagyjam, hogy inkább a fa fejlődjön az első 2-3 évben, ugye ezt ajánljak mindenki, de hagyjatok békén, nem akarom hallani se. Nem akarom kóstolni a gyümölcsöt, ki tudja, hol leszek én 3 év múlva. Mutattam a múltkor ugye, hogy virágzott ez a szép kicsi narancsfa. Itt van a gyümölcsöt, lehet látni a kicsi narancs. Virágok lehúltak. Ez illata még mindig megvan. A narancsfának van az egyik legjobb illata a virágnak. Bódító részeg itt. Mit lássunk még meg? Meglássuk a dinnyéket, csak
Hát akkor ott menni túlfelől, nézzük meg a guavát. Mocsi! Ha? Növögetnek. Ezen is van egy néhány. Még küzdedek. Nehéz látni, mert olyan egyforma színe a levéllel. Na! Tehát egy nagy vócs bérecs leesett, ez lehet még a múltkori termés. Már nyílnak a réten a sárga virágok. Pásztázik az öreg is. Fekszik, feredik belé a pocsolyába. Egyfolytába. Ez is egy guava fa. Szép fehér virágja van. Olyan illata van, mint egy... meg a méhecskét. Hogy dolgozza a virágot. Jönnek már a kis gyümölcsök. Jön még több virág. Hát, ha még jobban tudna metetni őket, ugye? És itatni. Még gyorsabban fejlődne, és több gyümölcsöt adna. De... na, itt van a dinnye. Ja, hamarosan itt is virágot fogunk látni. És gyümölcsöt szépen fejlődik. Nem csináltam neki semmit, ugye magot belé szúrtam. Meg se öntöztem egyszer sem. Az eső megöntözi. És a harmat. És az legyen elég. Azt hinni az ember a dinnyét sokat kell öntözni, de nem szabad, ha sok vizet azt neki, nem jó. Dinnyes sivatagból ered, gyerekek. Sivatagban nincs sok víz. It's jungle out there. Milyen ilyen nagy fekete pók. Nem látszott, ott vadászott a levelekén szögdösik. Nocsok, nocsok! Mi a csuda? Mi a fene, no? Ó, egyelek meg, mekkora mulberik. Ez is egy ilyen epérfa, de egy másá típusú. Címke valahol a tövin ott van. Valá nem esett. Na mindegy. Kicsit ebből a burjánból le kell kaszabuljak, hogy itt ne vegyék el a vizét, talpanyagot. Sötárát, sőt, ez is dinnye. Ez zöld, még mindig nem tudom mi ez a nagy leveli sarga virágú. De nő, mind az állat. Mondom, valamit látunk-e? Virágot látunk, gyümölcsöt nem, úgyhogy lát valami izé gumós, lát valami sweet potato. Valami édes burgonya. Na, az eperfák. Jó, bé vannak indulva, ez is gyümölcsözik, lát. Valami érdekes, furcsa fajta. Ja, négy fajta eperfám van. Ez melyik az? A Mulberry Giant. Óriási. Másik óriásibbnak tűnt. Ez valami haszontalan. Nem tudom mi az. De még volt egy... ami a kicsit rongyosú nézett ki. Ezt nem tudom, megéle. Ahogy ne éne meg. Ne, jó van.
Múltkor egy kicsit ramatyú nézett ki, de látszik, hogy jön vissza most. Olyan, de nincs, van egy-két kicsi gyümölcs, jó, hogy te! Micsoda illatok, mi valami virágzik itt. Honnan hozza a szén? Itt van még dinnye. Még banán. Ezek is jó néznek ki, ez a sorbanán, amit Jasonnal ültettünk. No! Ilyen az, gyerekek! Van haladás, ha lassan is, de biztosan. Moringa virágzik az is. Ja, földbe kell ezeket is tegyem, öntözöm minden nap, ami a konténerben van. Na jó, megbéfalok néhány banánt reggeliben. Kuncsafnak valami remote munkát csináltam Connecticutban. Megfalok vagy egy banánt, csak akkor állok neki kicsit traktorozni. Ki kell a szíjat cseréljem, akkor füvet vágni. Kicsit ültetni, kicsit csövezni, csövet vezetni. Borús az idő, de attól még olyan meleg van. Nagyon párás. Úgyhogy izzadok ma így is, hogy nem csinálok semmit. Mikor dolgozol, aztán még jobban. Raki és megint belément most itt ki a vízből. Na jó, gyerekek, ez volt egy kicsi március végi kártúra. Szép az élet.